Kibocsájtotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. 107. zsoltár 20. verszak Jézus az Isten igéje. Az ószövetségben a próféták adták át Isten kiküldött beszédét. Az új szövetségben azonban az Úr Jézus Krisztus, az az Ige, akit az Atya elküldött. A János evangéliumában az áll: Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt. És Isten volt az Ige ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. János 1. 3. A tizennegyedik versben azt olvassuk. Az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Az Úr Jézus Krisztust igének hívják. Hogyan küldte el tehát az Atya az ő beszédét, hogy meggyógyítson minket? Elküldte Jézust, hogy elvegye az erőtlenségeinket, és elhordozza a betegségeinket. Máté 8:17. Isten szemszögéből már meggyógyultál. Az 1 Péter 2.24-ben azt olvassuk. Akinek sebeivel gyógyultatok meg. Isten elküldte az ő igéjét, és meggyógyított téged. Ha gyógyulásra van szükséged, akkor arra bátorítalak, hogy ragaszkodj ehhez a megvalláshoz, és ne mondogasd ennek az ellenkezőjét. Ne így beszélj. Igen, de még mindig fájdalmaim vannak. Garantálom, hogy ha ragaszkodsz a megvallásodhoz, és nem mondasz neki ellent, vagyis nem azt hajtogatod, hogy még mindig ez a bajom, még mindig az a bajom, akkor rendbe jössz, a tüneteid el fognak múlni. Ha csak egy-két napra kipróbálod, akkor nem fog működni. Isten igéje akkor működik, ha magabiztosan és kitartóan a szerint cselekszünk. Isten igéje akkor lép működésbe, ha valaki megcselekszi. Cselekedj Isten igéje alapján, mert az ige igaz. Mivel az Atya elküldte az ő szavát, és meggyógyított téged, vedd úgy, hogy ez már megtörtént az életedben, és cselekedj a szerint. Megvallás! Isten elküldte az ő szavát és meggyógyított engem. Ezért nincs már, és itt nevezd meg a betegséget. Ezért nincs már ez a betegségem. Ő elküldte az ő igéjét, és meggyógyított engem. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. 1. Péter 2:24 Az egész Biblia igaz. Minden keresztény hisz abban, hogy Jézus elhordozta a bűneit. Abban azonban sokan nem hisznek, hogy a betegségeiket is elhordozta. A Biblia szerint Jézus a bűneinket és a betegségeinket is elhordozta. A Máté 8.17-ben ez áll. Hogy beteljesedjen, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván. Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Az 1. Péter 2.24-ben pedig azt olvassuk: Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Jézus nem csak a bűneinket, hanem a betegségeinket is elhordozta. Ez eldönti a kérdést. Miért akarnánk megkerülni ezt a nagyszerű igazságot? Mégis sok ember ezt teszi. Ha azonban a Máté 8.17... És az 1. Péter 2.24 hazudik, akkor az egész Biblia hazugság. Akkor Isten sincsen, és Jézus Krisztus sem az Isten fia. Akkor Jézus csaló és hamisítvány lett volna. Így persze az Új Szövetség sem lenne igaz. Az Ószövetség pedig mesebeszéd lenne. Akkor nem létezne Isten, menyország és a pokol sem. Hála azonban Istennek, ő létezik. Az Úr Jézus Krisztus, Isten fia. Az Ószövetség pedig nem mese, hanem igazság. Az új szövetség is igaz. Az egész Biblia igaz. Jézus nem csak a bűneinket, hanem az erőtlenségeinket és a betegségeinket is magára vette és elhordozta. Megvallás. Jézus elhordozta a bűneimet. Isten azt akarja, hogy üdvösségem legyen, és megszabaduljak a bűnből. Jézus a betegségeimet is elhordozta. Isten azt akarja tehát, hogy gyógyult legyek, és megszabaduljak a betegségből. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Róma 8:1. Ugyanúgy állj ellen a betegségnek is, ahogy a kárhoztatásnak a betegségnek nincs joga ahhoz, hogy ránk telepedjen. A sátánnak pedig, aki a betegség szerzője, nincs joga ahhoz, hogy megbetegítsen. Miért? Mert szabadok vagyunk. Amikor a betegség tünetei megjelennek, csak annyit kell tennünk, hogy pontosan ugyanúgy elbánjunk velük, ahogy a régi bűneinkkel is tennénk. Ez a világ legkönnyebb dolga. A sátán károsztatni próbál a múltban elkövetett bűneid miatt. Te azonban ellene állhatsz. Sátán, nincs már olyan vád, ami ellenem szól, mert Krisztus Jézusban vagyok. Jézus már végleg elbánt a bűnnel. Azt is mondhatod a sátánnak, nem kaphatod meg ezeket, mert Jézus már a tenger. A feledés tengere mélyére vetette őket. Isten kijelentette: Én én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat, önmagamért. És bűneidről nem emlékezem meg. Ézsalyás 43. 25. Az ördög nekem is eszembe juttatott olyan dolgokat, amiket a múltban tettem. Azt hajtogatta. Nézd, mit csináltál. Én azt feleltem neki. Haha, -ha, ördög úr, igazad van, megtettem. Isten azonban megbocsájtott nekem. Eltörölte, és olyan messzire vetette el ezeket tőlem, amilyen messze van napkelet a napnyugattól. 103. Zsoltár, 12. verszak Ha nem ismered ezt az igazságot, azt, hogy amikor bocsánatot kértél, Isten megtisztított minden bűnöttől, akkor a sátán megfoszt a hitettől, és károztatás alatt tart azzal, hogy eszedbe juttatja őket. Amikor azonban ismered az igazságot, akkor kinevetheted az ördögöt. Megvallás. Atyám, ugyanúgy ellene állok a betegség minden tünetének, ahogy a kárhoztatásnak. Tudom, hogy a betegség és a kárhoztatás az ördöktől jön miközben ellene állok annak, ami az ördöktől jön, ma elfogadom a te gyógyításodat, egészségedet és szabadságodat. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van. Mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 1 János 3:8. Gyógyulások a Bibliában. A bűn és a betegség is az ördög munkája. Jézus azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Jézus szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akit az ördög elnyomott. Abcsel 10.38 A betegség nem Istentől jön. A betegség nem a mennyből jön, Mert odafent nincsen betegség, Nem, A betegség az ördöktől származik. Emlékszem, egy baptista szolgáló Azt mondta nekem egyszer. Tudod, Hegin testvér, Másodjára olvastam most végig Az Új Szövetséget van üdvösségem, és szent szellemmel is betöltekeztem. Isten megáld engem. Hiszek a gyógyulásban, és tudom, hogy Isten gyógyít. Imádkozom a betegekért is. A gyógyulást azonban nem látom a Bibliában úgy, ahogy te. Másodjára olvastam most át a Bibliát, de nem találom. Azt feleltem: Nos, nem kell konkrétan a gyógyulás szót keresni. Én a Biblia szinte összes lapján fizikai gyógyulást látok. Az Úr imájában például Jézus azt mondta, Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod mint a mennyben, úgy a földön is. Máté 6, 9-10 Én ebben is gyógyulást látok, mert a mennyben nincsen betegség. Jézus meghagyta nekünk, azért imádkozzunk, hogy úgy valósuljon meg az ő akarata a földön, ahogy a mennyben is. Ha beteg vagy, akkor meg kell gyógyulnod ahhoz, hogy Isten akarata megvalósuljon. Ez a baptista szolgáló úgy határozott, hogy harmadszorra is végigolvassa az új szövetséget. Aztán elmondta nekem, hogy minden fejezetben rátalált a gyógyulásra. Dicsőség Istennek! A gyógyulás benne van a Bibliában. Megvallás A betegség nem a mennyből jön, mert odafent nincs betegség. A gyógyulás jön a mennyből és a gyógyulás pedig az enyém. És amíg oda mentek, megtisztultak. Lukács 17.14 A gyógyulás nem mindig azonnal történik meg. Néhányan azt mondják, Jézus mindig azonnal gyógyította meg az embereket. Nos, vizsgáljuk meg, hogy így történt-e. A Biblia szerint a tíz leprás útközben gyógyult meg. Az emberek ma is úgy gyógyulnak meg, mint a bibliai időkben. Néhányan, azonnal, mások azonban útközben gyógyulnak meg. Évekkel ezelőtt egy asszony levelet írt nekem, miután John Austin gyülekezetében szolgáltam a texasi Houstonban. Azt írta, Hegintestvér, testvér, azért vittek el arra az összejövetelre Houstonba, hogy kézrátétellel imádkozz értem. Két agyvérzésem volt, és a bal oldalam lebénult. Nem tudtam járni. Oda vittek az ima sorba. Az orvos azt mondta nekem, hogyha harmadjára is agyvérzést kapok, akkor azt valószínűleg már nem élem túl. Azt is hozzá tette, hogy ez bármikor megtörténhet. Kézrátétellel imádkoztál értem, folytatta a nő. Isten ereje pedig rám szállt, Isten ereje alatt a földre estem, és egy darabig feküdtem ott. Azután mozgolódni kezdtem, és tettem némi erőfeszítést a felállásra. Felsegítettek, de nem tudtam járni. Nem voltam jobban. Azután kivittek az épületből. Néhányan azt gondolhatták, hát ez a szegény asszony semmit sem kapott, hiszen láttam, hogy úgy vitték ki, ahogy behozták. Részletezte az asszony. Beraktak az autó hátsó ülésére. Két háztömnyire járhattunk a gyülekezettől. Amikor hirtelen melegség áradt át a testem bal oldalán, azután érezni kezdtem a baloldalamat, és rendbe jöttem. Isten erejével szolgáltam neki a gyülekezetben. A gyógyulás, avagy annak megnyilvánulása azonban később lett látható. A nő útközben gyógyult meg. Megvallás. Bekapcsolva tartom a hit kapcsolóját. Ahogy teszem naponta a dolgom, Isten gyógyító ereje dolgozik a testemben és meggyógyít. megtudakolta tőlük az órát, amikor jobban lett, és azt mondták neki, hogy előző nap hét órakor hagyta el a láz. János 4.52 Elkezdhetsz gyógyulni. Nézzünk meg egy másik gyógyulási példát, Jézus szolgálatából. Figyeljük meg, hogy a gyógyulás nem azonnal ment végbe. A Bibliában az áll, hogy a királyi tisztviselő fia attól az órától lett jobban, amikor Jézus kimondta: A te fiad él. János 4:53 Mit jelent ez? Azt, hogy a fiú egyre jobban lett, míg végül teljesen meggyógyult. Az Isten gyülekezetében prédikáltam egyszer Kaliforniában. Mentő autóval hoztak el egy nőt a gyülekezet épületéhez. Még sosem láttam olyat, hogy ennyi gyógyszer és orvosi berendezés tartson életben egy embert. Gép nélkül még lélegezni sem tudott, és egy szakápoló állandóan mellette volt. Egy percbe is beletelt, amíg helyet találtam a kezemnek rajta, mert a testét teljesen a műszerek. Eltakarták. Imádkoztam érte kézrátétellel. Tudtam, hogy Isten ereje a testébe áradt. Megkérdeztem a nővértől, hogy hallja-e az asszony, amit mondok. A nővér azt felelte, igen, hallja, és megérti, amit mondanak neki, beszélni azonban nem tud. Azt mondtam tehát a nőnek, Isten gyógyító ereje a testébe árat. Éreztem, ahogy a kezemen keresztül a testébe árat. Higgye, hogy meg fogja gyógyítani önt. Azután tovább léptem, és másokért is imádkoztam. Kitolták a nőt az épületből, semmi változást nem látszott rajta. Attól a pillanattól kezdve azonban, hogy Isten erejével szolgáltam neki, javulni kezdett. Minden nap javult valamennyit. Három nap után levették róla a lélegeztetőt, és ő magától képes volt levegőt venni. Majd felkelt, és körbesétált a házban. Megvallás. Minden nap egyre jobban leszek. Isten gyógyító ereje. Minden nap dolgozik a testemben. Napról napra egyre többre vagyok képes. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Márk 16-18. Meg fogsz gyógyulni. Vajon azt olvassuk ebben az ige versben, hogy minden ember azonnal meggyógyul, akiért imádkozunk? Nem. Csak annyit mond, hogy meggyógyulnak. Mielőtt bemerítkeztem szent szellembe, és szóltam nyelveken, Baptista szolgálóként imádkoztam a kórházban egy nőért, akit komoly műtétre jegyeztek elő. Az orvosok nem tudták megmondani, hogy túl fogja-e élni. Emlékszem, hogy amint besétáltam a kórházba, úgy tűnt, hogy az Úr azt mondja a szellememnek, betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Csak mondd el neki ezt az ige verset, és biztosítsd arról, hogy meg fog gyógyulni. Ezt az asszonyt senki sem tanította a gyógyulásról. Csak hallott róla, hogy imádkozom a betegekért, és ezért megkért, hogy látogassam meg, és imádkozzak érte. Egyszerűen felolvastam neki ezt az ige verset a Bibliámból, azután hagytam, hogy ő is elolvassa. Majd azt mondtam neki, Kézrátétellel fogok imádkozni önért, és meg fog gyógyulni. Az orvosok megoperálták, utólag pedig megállapították. Sok ilyen beteget műtünk, de senkit sem láttunk még így felépülni, mint ezt az asszonyt. Természetes módon is gyorsan felépülhetett volna, de azon felül is dolgozott valami benne. Később elmondta nekem: Hát, egész idő alatt biztos voltam abban, hogy meggyógyulok, mert a márk 16-ban az áll, hogy meggyógyulnak. Amikor az orvosok azt mondták, hogy talán nem élem túl, én csak tovább mondogattam nekik, de igen, felépülök, és meg is gyógyult. Megvallás Meg fogok gyógyulni, mert a Márk 16.18-ban ez áll. Betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Márk 16.18. Gyógyítás kézrátétellel. A gyógyulásnak sokféle módja van. A kézrátétel csak az egyik. Meg kell jegyeznünk valamit a kézrátétellel kapcsolatban. Lehet külön kenete valakinek erre, ahogy Jézusnak is volt. Isten felkente Jézust szent szellemmel és erővel. Abcsel 10:38. Ő adhat valakinek különleges kenetet arra, hogy szolgáljon a betegeknek. 1952-ben Jézus megjelent nekem egy látomásban a texasi rockwell és a jobb kezének az egyik ujját a két tenyeremre tette. Azt mondta, elhívtalak, és felkentelek téged. Különleges kenettel ruháztalak fel, hogy szolgálj a betegeknek. Csak akkor fog azonban működésbe lépni, ha pontosan elmondod az embereknek, amit meghagytam neked. Ha elhiszik, és elfogadják, akkor az erő a kezeidből a testükbe árad, és meggyógyítja őket. Az egyik módja a szolgálatnak az, ha valaki különleges kenettel imádkozik, kézrátétellel a betegekért. Ugyanakkor minden hívő Ráteheti a kezét hittel a betegekre. És ez is működni fog. Én baptistaként így szolgáltam. A kettő között, a hit és a különleges gyógyító kenet között, azok a Szent Szellemmel betöltekezett hívők is rátehetik a kezüket a betegekre, Akiket feltölt Isten ereje. Ha valamely szent szellemmel betöltött hívő kitart az imádkozásban, és elég ideig várakozik Istenre, akkor fel fogja tölteni őt az erő, és érezni fogja, ahogy kiárad belőle. Megvallás. A Biblia szerint a hívők betegekre tehetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. én hívő vagyok. Rátehettem a kezemet a betegekre. Ők pedig meggyógyulnak. És Jézus azt mondta neki, menj el, mosakodj meg a siloám tavában, amely azt jelenti küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. János 9.7. Néhány azonnali gyógyulás. A János 9.6-ban azt olvassuk: Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére. Jézus a földre köpött, és a nyálával sarat csinált. Azután rákente azt a vakember szemeire, és azt mondta neki: Menj el, és mosakodj meg a siluám tavában. A vakember engedelmeskedett, és amikor visszatért, már látott. Ez a vak férfi azonnal meggyógyult abban a pillanatban, amikor Jézus szolgált neki? Nem. Hadd kérdezzek valami mást is. Meggyógyult volna ez az ember, ha nem tette volna meg, amit Jézus mondott neki? Nem. A vak férfi elment a siloám tavához, ahogy Jézus meghagyta neki, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. Ez arra enged következtetni, hogyha nem ment volna el megmosakodni, akkor nem is gyógyult volna meg. Mi lett volna, ha azt mondja, Hát, tudod, van egy angyal, aki időnként felkavarja a vizet a a tavánál. Miért ne oda menjek? Akkor meggyógyult volna? Nem. Az egyik összejövetelemen egy vaknő ült épp a szószékkel szemben kézrát tétellel imádkoztam mérte, és Isten ereje rászállt. Ő pedig a földre esett Isten ereje alatt. Amikor felkelt, az arca ragyogott, mint az új hold, mint egy éjszakai neonlámpa, azt kiáltozta. Látok, látok! Azonnal meggyógyult. Később megtudtam, hogy három-négy évvel korábban vakult meg. Fontos, hogy legyenek azonnali gyógyulások is, mert az új Szövetségi feljegyzések szerint a korai egyházban is történtek ilyenek. Másrésztről azonban, ha valaki nem azonnal gyógyul meg, akkor talán azt gondolja, hogy Isten nem munkálkodott a kézrátétel által. Ez azonban nem így van. Annak az embernek el kell indulnia az Úr iránti engedelmességgel, és bekapcsolva kell tartania a hit kapcsolóját. Megvallás. Úgy döntök, hogy elhiszem, amit a Biblia mond. Néhányan azonnal meggyógyulnak, mások azonban fokozatosan gyógyulnak meg. Hála azonban Istennek, a gyógyulás már most az enyém. Tartsuk meg a hitünk megvallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Zsidókhoz ért levél 10:23. Ragaszkodj, a megvallásodhoz. Azon az estén, amikor a vak nő meggyógyult, egy fiatal házas pár is elhozta a kisfiát meggyógyulni. A fiúnak dongalábai voltak. Azelőtt sosem láttam ilyet. Addig csak olyan gyermekeket láttam, akiknek csak az egyik lába volt görbe. Azzal a kenettel, amivel a vaknőért imádkoztam, rátettem a kezem a kisfiúra is. A kezemben tartottam azokat a lábacskákat. Éreztem, ahogy Isten ereje beléjük árad szétnyitottam a tenyeremet, és rájuk néztem. A lábai ugyanolyan bénák voltak, mint az imám előtt. Azt mondtam a fiatal házas párnak. Tudom, hogy a vakasszony azonnal meggyógyult. Hadd bátorítsalak benneteket, a Biblia szavaival, és azzal, amit az Úr mondott nekem nem tehetek többet. Amikor Jézus megjelent nekem egy látomásban, és rátette a jobb kezének újját a tenyereimre, azt mondta nekem, Amikor érzed, hogy az erő kiárad a kezeidből a betegekbe, tudni fogod, hogy meggyógyultak. Ez azt jelenti, hogy Isten részéről a dolog megtörtént. Higgyetek továbbra is, és valljátok meg. Isten ereje áradt a fiam testébe. És működik benne, hogy meggyógyítsa őt. Ez csütörtök este történt. Aznap este befejeztük az összejövetel sorozatot, és hazautaztunk. Néhány hónappal később Tulzában tartottunk egy konferenciát, ahová ez az ifjú házas pár is eljött felléptek az emelvényre, és megkérdezték a pásztort, hogy megmutathatják-e a gyülekezetnek a fiúk egészséges lábait. A bizonyságukban elmondták, hogy azt tették, amit mondtam nekik. Ragaszkodtak a megvallásukhoz, a gyermekük lábai pedig olyan tökéletesek lettek, amilyen tökéletesek csak lehettek. Megvallás. Ragaszkodom a hitem megvallásához. Isten ereje munkálkodik bennem, hogy meggyógyítson. Nagyobb ő, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. 1 János 4.4 Ne próbáld meg kitalálni, hogy Isten mit miért tesz. Sokan értelmi szinten próbálják megtalálni a magyarázatot Isten cselekedeteire például azon morfondíroznak, miért a vaknőt gyógyította meg Isten azonnal, és miért nem a kisfiút, nem értem. Üldögélnek, megpróbálnak rájönni a saját eszükkel, miközben lemaradnak a saját gyógyulásukról. Ne próbáld meg kitalálni, hogy Isten mit miért tesz. A mogyorúnyi agyunkkal képtelenek vagyunk rájönni erre. Csak haladnunk kell tovább, és örülni annak, amit ő tesz, akár azonnal, akár egy bizonyos időtartam alatt. A probléma, nem istennel van. A vak nő és a kisfiú esetében az egyikük valószínűleg azonnal, a másik valószínűleg fokozatosan ragadta meg a gyógyulást. Tudod, gyakran előfordul, hogy Isten gyógyító erejével szolgál valaki, egy beteg ember felé, és a gyógyulási folyamat pedig később válik nyilvánvalóvá. A gyógyulás fokozatos, és két dolgon múlik. Egyfelől azon, hogy mekkora az átadott gyógyító kenet, másfelől pedig azon, hogy mekkora a beteg ember hite, ami működésbe hozza az átadott gyógyító erőt. Néha olyan mértékben adja át valaki Isten erejét a másik embernek, hogy az elektromossághoz hasonlóan, természet feletti módon, Feltöltődik Isten erejével. Mégsem történik valós vagy végleges gyógyulás addig, amíg valami fel nem szabadítja az érintett ember hitét. A szent szellemmel betöltött hívőknek tudatában kell lenniük annak, hogy Isten gyógyító ereje és élete bennük van. Lásd, 1 János 4.4. Ezt elérhetik, ha várnak Istenre, elmélkednek az ő igéjén és imádkoznak. Megvallás. Isten élete van bennem. Nagyobb ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Nagyobb van bennem, mint a betegség. Betege valaki közöttetek. Hívja magához, a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Jakab 5:14. Leimádkozni az erőt. A feleségem és én éppen akkor költöztünk, egy teljes evangéliumi gyülekezet pásztor lakásába, a fekete földű észak-közép Texasban, kopogtak, ajtót nyitottam, és egy szőke kisfiú ott állt. Azt mondta, anyu azt szeretné, ha eljönne érte imádkozni, mert beteg. Nem ismertem a fiút. Így azt kérdeztem tőle, hogy hívják az édesanyádat. Mondta a nevét. Rájöttem, hogy az egyik vasárnapi iskolai tanítomról van szó. Azt feleltem neki, Fiam, várj meg itt. Felveszem a nyakkendőmet és a kabátomat, utána mutasd az utat a házatokhoz. Idegen voltam a városban, és nem ismertem az utat. A fiú tehát elkísért hozzájuk. Volt a zsebemben egy kis üveg olívaolaj, amivel megkentem az embereket, amikor imádkoztam mértük. Kivettem a zsebemből, és megkentem vele az asszony homlokát. Letérdeltem az ágya mellé, és imádkoztam, majd végül így fejeztem be az imádságot. Jézus nevében, ámen! Felálltam, és menni készültem. A nő megállított, és azt mondta. Bé testvér, annak a gyülekezetnek az előző pásztora, mindig addig imádkozott, amíg le nem szállt az erő. Nos, én új voltam teljes evangéliumi körökben, ezért azt gondoltam, talán ők így szokták. Újra letérdeltem, tehát azelőtt még sosem imádkoztam le az erőt. Még csak nem is tudtam, hogy lehetséges leimádkozni azt. Úgy másfél óra után Isten ereje ránk szállt. Az egész szobát betöltötte Isten ereje. A nő úgy rászkódott, mintha rámarkolt volna egy elektromos vezetékre. Leimádkoztam az erőt, majd felkeltem és hazamentem. Megvallás Igei dolog megkenni valaki olajjal, és hittel imádkozni érte. A Jakab 5:15-ben az áll: A hitből való imádság megtartja a beteget. Meggyógyítja a beteget. És az Úr felsegíti őt. Betege valaki köztetek. Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette. Megkenvénőtt olajjal az Úrnak nevében. Jakab 5.14 Elsőként az igébe vesd a hitedet, Aznap, amikor imádkoztam a nőért, késő délután ismét kopogtattak. Az ajtóhoz léptem, és megint a szőke kisfiú állt ott. Azt mondta: Anyu azt szeretné, ha eljönne imádkozni érte. Azt gondoltam, hogy ma reggel meggyógyult, válaszoltam neki. Hát akkor meggyógyult, de most rosszabbul van. Visszamentem a házukba, és újabb másfél óra alatt ismét leimátkoztam az erőt. Megpróbáltam megúszni annyival, hogy megkentem őt olajjal, és kézrátétellel elmondtam érte a hitimáját. Ő azonban nem hitt. A hite nem Isten igéjén nyugodott, hanem az erőn. Nos, Isten erejének feltétlenül köze van a gyógyuláshoz. De a betegnek elsősorban az igébe kell vetnie a hitét. Négy éven át újra és újra le kellett imádkoznom az erőt a fiú édesanyjáért négy éven keresztül, legalább egyszer egy héten átmentem hozzájuk, és imádkoztam érte, de sosem ért el tartós eredményt. Megvallás Amikor elsősorban Isten igéjébe vettem a hitem, Eredményeket fogok megtapasztalni. Meg fogok gyógyulni. Hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. János 15-16. Kérj Jézus nevében egy nap otthon a pásztorlakban készülöttem a gyülekezetbe. Hallottam, hogy a feleségem beenged valakit, anélkül, hogy felnéztem volna, tudtam ki az. A gyapjas fejű szőke kisfiú. Oda jött hozzám, és azt mondta. Anyu, azt szeretné, ha eljönne imádkozni érte. Mielőtt megkérdezhettem volna, hogy jó lesz-e, ha az Isten tisztelet után megyek imádkozni az édesanyjáért, a fiú hozzátette. Azt kérte, hogy az Isten tisztelet előtt jöjjön. Nagy fájdalmai vannak az órámra néztem, nem maradt sok időm. Volt autóm, de azt gondoltam, hogy gyorsabb leszaladni a hátsó kis utcán. Egy régi ösvény vezetett arra. Átrohantam tehát hozzájuk, bekopogtattam. A nő pedig beinvitált. Mire kinyitottam az ajtót, a kis üveg olaj már a kezemben volt. Számát sem tudom, hányszor kentem őt meg, több százszor is. Rátettem a kezem a homlokára, és megkentem őt olajjal. Így imádkoztam. Istenem! Jézus nevében gyógyítsd meg ezt az asszonyt. Te azt mondtad, hogy ha Jézus nevében kérünk valamit, akkor te megteszed. Így már meg is tetted. Amen. Csak elhadartam az imádságot, mert sietnem kellett amikor kimondtam az áment, már indultam az ajtó felé. Amint kinyitottam az ajtót, a nő mondani kezdett valamit. Még engem is meglepett, amit azután mondtam, és mindent megváltoztatott annak a kedves asszonynak a javára. Megvallás Jézus nevében kérek. Jézus azt ígérte, hogy ha az ő nevében kérek valamit, akkor ő megteszi azt. Én most, Atyám, azt kérem, hogy teljesen meggyógyuljak. Köszönöm a Jézus nevében, hogy ezt megteszed, és már meg is tetted. És a hitből való imádság megtartja a beteget, meggyógyítja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsájtatik neki. Jakab 5. 15. Szabadítsd fel a hitedet. Amikor ez a kedves asszony beszélni kezdett, félbeszakítottam. Várj egy percet. Testvérnő, egy szót se szólj. Később rájöttem, hogy Isten szelleme indított arra, hogy ezeket mondjam. Tudom, hogy most jobban fáj, mint amikor néhány perce betettem ide a lábam. Igazából fogalmam sem volt, hogy ezt honnan tudtam. Még engem is meglepett, hogy ezt mondtam. Jézus azonban kijelentette, ha valamit kértek az én nevemben, megteszem. Ő tehát megtette. Legközelebb, amikor találkozunk, bizonyságot teszel majd arról, hogy így történt. Viszontlátásra. Bevágtam az ajtót magam után, és elsiettem. Felszaladtam a kis utcán, át a főúton, és a hátsó ajtón beléptem a gyülekezet épületébe. Az órámra néztem éppen ideje volt kezdeni. A szószékhez léptem, és elkezdtem az Isten tiszteletet. Azt mondtam. Hallgassunk meg három bizonyságot, mielőtt belekezdek a mai üzenetbe. Hárman felálltak, miután a harmadik ember is bizonyságot tett, kivágódott a bejárati ajtó, az az asszony besétált rajta, akiért nem sokkal azelőtt imádkoztam, előre jött a patsorok között, a kezébe vette a mikrofont, és így szólt. Hegin testvér, úgy lett, ahogy megmondtad. Alig tíz percre rá, hogy eljöttél tőlünk, minden fájdalmam megszűnt. Felkeltem, és eljöttem a gyülekezetbe. Attól a naptól fogva egészséges volt. A négy éve tartó krónikus állapota, megszűnt. Isten ereje gyakran rászállt, és addig rázta őt, hogy az ágya is beleremegett. Nem történt azonban végleges és valódi gyógyulás addig, amíg valami fel nem szabadította a hitét. Megvallás felszabadítom a hitemet. Hiszek az Isten igéjében, és az első helyre teszem az életemben. Hiszem, ami megvan érva, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam. és az Úr ereje vele volt, hogy gyógyítson. Lukács 5.17 Gyógyulás Isten ereje által A salk vakcinát az 1950-es évek elején szabadalmaztatták, a gyermekbénulás pedig még mindig sok áldozatot szedett. Az oklahomai hugóban prédikáltam az Isten gyülekezete szervezetnek egy területi konferenciáján. Felállítottak egy sátrat a városi parkban, és meghívtak prédikálni. Egy asszony elhozta a kisfiát, aki nem tudott járni. A fiú majdnem öt éves volt, s tizennégy hónaposan lebénult. Mindkét lába tehetetlenül lógott. Amikor a nő elfáradt, és nem tudta tovább tartani a gyermeket, a hóna alá vette, mint egy zsáklisztet a fiú lábacskái úgy himbáloztak, mint egy rongybaba lábai. Az emelvényen ültem egy széken, és úgy imádkoztam kézrátétellel az emberekért. Akkoriban így állítottam fel az imasort a nagyobb összejöveteleken. Elvettem a nő kezéből a fiút, és az ölembe ültettem. Éreztem, hogy Isten ereje a fiú testébe árad belőlem. Letettem őt a földre, ő pedig felle szaladgálni kezdett az emelvényen. Azonnal meggyógyult dicsőség Istennek. 16 évesen hátvétként játszott az iskolai foci csapatban. Megvallás. Isten ereje jelen van a gyógyításra. Amikor a hitem összekapcsolódik Isten erejével eredményeket fogok látni. Meglátom a gyógyulásomat. Akkor érintette az ő szemeiket, mondván: Legyen nektek a ti hitetek szerint! Máté 9:29 a te hited szerint. Néhány hónappal azután, hogy az a fiú meggyógyult, a texasi Beomundban, Lemár megyében szolgáltunk az Isten gyülekezetében. Egy nő jött előre az emelvényhez, kezében a nyolc-kilenc év körüli lányával, aki nem tudott járni. A lány nagy termetű volt a korához képest, amikor az ölembe ültettem a lányt, a bal lába mereven előre nyúlt. Úgy négy-öt évesen gyermekbénulást kapott, azóta pedig egy lépést sem tudott megtenni. Rátettem a kezem a bal lábára, ami nagyjából 10-15 centiméterrel rövidebb volt, mint a másik, és rögzítve volt egy merevítőben. Az a lába megállt a növésben. Ahogy a rövidebbik lábára tettem a kezem, tudtam. Hogy Isten ereje a testébe áradt. Éreztem. Azt mondtam a lány édesanyjának: Csak annyit mondhatok, amit Jézus meghagyott nekem. Amikor érzed, hogy az erő a testükbe árad, tudni fogod, hogy meggyógyultak. Éreztem, hogy ez az erő a lánya testébe áradt. Csak akkor szoktam valakinek megmondani, hogy mit tegyen, ha az Úr utasít erre. Amikor Jézus a Máté 9 szerint megérintette, a két vak férfi szemeit azt mondta: Legyen nektek a ti hitetek szerint. Szóval, csak akkor mondom valakinek, hogy vegye le a merevítőt magáról, ha az úr indít erre. Csak akkor kérek meg valakit arra, hogy álljon fel a tolószékből, ha Isten szelleme inspirál erre. Néha mondok ilyet, és felállnak a tolószékből. Néha akkor is felállnak, ha semmit sem mondok. Ilyet is láttunk megtörténni. Visszaadtam a lányt az édesanyjának, aki a karjába vette. A lány úgy nézett ki, mint előtte. Visszaültek a helyükre. Miután az összes betegért imádkoztam az imasorban, befejeztük az összejövetelt, és elbocsájtottuk az embereket. Megvallás! A hitemnek, megfelelően kapok Istentől. Úgy döntök, hogy hitben járok, nem látásban. Meggyógyultam Jézus sebeiben. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könyhullajtással mondta, Hiszek, uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Márk 9.24 Uram, segíts a hitetlenségemen! Másnap reggel, mi alatt készülöttem a délelőtti Isten tiszteletre, hallottam, hogy valaki futva közeledik. A pásztor volt az, és engem szólongatott. Bejött a házba, és azt mondta, Hegint testvér, az az asszony, aki elhozta a lányát a tegnap esti összejövetelre, most ott van a gyülekezetben, a kislány pedig Tökéletesen meggyógyult. Nincs rajta merevítő, és a bal lába ugyanolyan hosszúra nőtt, mint a jobb. Az édesanyja elmondta, későn értünk haza, és a lányom addigra elaludt, lefektettem. Amikor ma reggel felkeltem, és a férjem munkába indult, a lányom még mindig aludt. Szokás szerint nyolc órakor felkeltettem, hogy megmosdassam, mert tehetetlen volt. A merevítővel a lábán bevittem a fürdőszobába, és levettem róla a merevítőt. Semmivel sem volt jobban. Betettem a fürdőkádba, folytatta a nő, és letérdeltem, hogy megmosdassam. Így sóhajtoztam. Uram, miért nem gyógyítottad meg a gyermekemet? De valami a bensőmben azt csukta. Azt hiszed, hogy hegint testvér kiállt az emelvényre tegnap és hazudott? Szerinted hazudott, amikor azt mondta, érzi, hogy az erő áradt a gyermek lábába? Látod, nem tartotta bekapcsolva a hit kapcsolóját. Azután azonban változtatott ezen. Azt mondta, Uram, bocsásd meg a hitetlenségemet, hiszem, hogy hegin testvér Isten embere, hiszem, hogy igazat mondott azzal, hogy Jézus megjelent neki, a jobb kezének újját rátette a tenyereire, és arra utasította, Mondja meg az embereknek, hogy gyógyító erő van a kezeiben. Hiszem, hogy az igazat mondta azzal, hogy érezte az erőt a lányom testébe áradni. Hiszem, hogy az az erő dolgozik a lányom testében most is, hogy meggyógyítsa őt. Amikor a nő ezeket kimondta, száraz ágak töréséhez hasonló, pattogó hangot hallott. Lenézett a fürdőkádba, és a lánya lába a szeme előtt egyenesedett ki. Akkorára nőtt, mint a másik lába. Kihozta a lányt. Az egész gyülekezet elé, és az emberek pedig látták, hogy az igazat mondta. A lány járt, és mindkét lába egészséges volt. Megvallás. Köszönöm, atyám, hogy a te gyógyító erőd munkálkodik most is a testemben köszönöm, hogy jól vagyok, egészséges és ép vagyok. Meggyógyultam Jézus Krisztus sebeiben. A hited éppé tud tenni. Nézzük meg a vérfolyásos asszony történetét, a Márk ötben, és egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát rájuk költötte, de semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Amikor Jézus felől hallott, A sokaságban háta mögé került, És megérintette a ruháját, Mert azt gondolta, Ha csak a ruháját érintem is, Meggyógyulok. És azonnal megszűnt vérének folyása, és megérezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus pedig azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, megfordult a sokaságban, és azt kérdezte, ki érintette meg a ruhámat? A tanítványai azt mondták, Látod, hogy a sokaság szorongat téged, és azt kérdezed, ki érintett meg engem. Ekkor Jézus körülnézett, hogy lássa, kitette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve előrejött, jött. Leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig azt mondta neki, Lányom, a te hited meggyógyított téged, megtartott téged. Eredj el békével, és a bajodból meggyógyulva légy egészséges. Márk 5, 25-től 34-ig. Jézus azt mondta, a te hited megtartott téged, meggyógyított téged. Néhányan úgy gondolják, hogy a Jézusból kiáradó erő gyógyította meg ezt az asszonyt. Nos, valójában a kettő kombinációja, a nő hite és az úr ereje együtt gyógyította meg. Figyeljük meg, hogy Jézus még csak meg sem említi neki az erőt. Az Úr azt mondta, hogy a hite gyógyította őt meg. Téged is a te hited gyógyít meg. A te hited hozza működésbe az erőt. Megvallás Ha a vérfolyásos asszonyt meg tudta gyógyítani a hite, akkor engem is meg tud gyógyítani az én hitem. A hitem működésbe hozza Isten gyógyító erejét. Az egész sokaság igyekezettőt megérinteni, mert erő árad ki belőle. És mindenkit meggyógyított. Lukács 6:19. Isten mindenkit meg akar gyógyítani. Az Isten gyülekezetében prédikáltam egyszer a texasi Dallasban, Oak Cliff tartományban. A péntek esti alkalom után, Többen összegyűltünk a pásztor irodájában. A segítő szolgálók egyike bekopogott az ajtón, és szólt, hogy egy házaspár beszélni akar velem. Átmentem vele a nagy terembe. A segítő szolgáló bemutatott engem annak a házaspárnak. A férfi azt mondta, Hegint testvér, hallottuk a rádióban a tanításodat. Már egy-két hete beszéltem a rádióban a gyógyulás témájáról. Úgy tíz napja, mi alatt autóval munkába mentem, vezetés közben hallgattam a rádiót. Csak váltogattam a csatornákat, amikor az egyik adón gyönyörű énekszóra lettem figyelmes, így átkapcsoltam arra a csatornára, az ének után te következtél. Azt mondtad, Isten mindenkit meg akar gyógyítani. Aznap este, amikor hazaértem a munkából, folytatta a férfi, szóltam a feleségemnek, hogy kapcsoljon arra a csatornára. Minden nap hallgattuk az adást. A feleségem otthonról, én pedig útban a munkahelyemre. Már tíz napja ezt hallgatjuk. Magammal hoztam a feleségemet. Két komoly műtéten esett át, és egy harmadikra is előjegyezték. Az orvosok azt mondták, hogy legfeljebb hat hónapja van hátra. Ezért elhoztam, hogy meggyógyuljon. Ez a házas pár már nyitott volt arra az igazságra, hogy Isten mindenkit meg akar gyógyítani. Megvallás. Isten mindenkit meg akar gyógyítani. Isten meg akar gyógyítani engem. A teljes írás istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. 2. Timóteus 3.16. Az emberek feltérképezése Beszélgetni kezdtem, ezzel a házas párral. Tudod, azzal, ha kérdéseket teszünk fel az embereknek, fel tudjuk térképezni őket, vagyis megtudhatjuk, hogy hol tartanak a hitükben. Fel kell térképeznünk az embereket, mielőtt imádkozunk értük ha a Szent Szellem valamelyik ajándéka megnyilvánult volna, akkor nem kellett volna ezt a házas párt feltérképeznem, mert Isten a tudtomra adta volna, hogy mit tegyek. A Szent Szellem ajándékai azonban nem nyilvánultak meg. Nem érzékeltem a kenet jelenlétét. Az igazat megvalva, sosem éreztem még olyan száraznak és szellemileg érzéketlennek magam, mint akkor. Ha az érzéseimre hagyatkoztam volna, akkor nekem kellett volna imád kérnem tőlük. A Biblia azonban működik. Akár serkentőleg hat ránk, akár nem. Természetes szinten például nem kell semmit sem éreznem ahhoz, hogy használni tudjam a szorzótáblát. Isten igéje is ugyanolyan igaz, és működőképes, mint a szorzótábla? tábla? Hát persze. A Biblia mindig működik a javunkra, mert Isten már felkente az igét. A Szent Szellem ihlette az igét. A Bibliát Isten szellemétől kaptuk és mindig működik. Akár megbizseregtet valakit, akár nem. Néhányan azt gondolják, hogy érezniük kell valamit, és ha liba bőrösek, akkor működni fog az ige. Láttam ilyen embereket. Ők a hitüket nem Isten igéjébe, hanem a libabőrbe vetették. Ezért semmit sem kaptak az úrtól. Isten azonban nekünk adta az ő igéjét. Az ő beszéde pedig működik az érdekünkben, és a javunkra szolgál. Ha megbízunk benne, és engedelmeskedünk neki. Megvallás. A Biblia Isten ihletett igéje. Akár megbizseregtet minket, akár nem, akkor is működik. Elhiszem, amit a Biblia mond. És a Biblia azt mondja, hogy meggyógyultam Jézus Krisztus sebeiben. Akkor érintette az ő szemeiket, mondván: Legyen nektek a ti hitetek szerint! Máté 9:29 te magad is éld át. Ahogy az imént említettem, sosem éreztem még magam olyan tompának, közömbösnek és szellemileg érzéketlennek, mint akkor, amikor szolgáltam ennek a házaspárnak. Az érzéseim alapján azt kellett volna mondanom nekik, nem tudok imádkozni, semmi értelme sincs, hogy imádkozzak. De hála Istennek, ismerem az igét, és Isten igéje működik. A férj azt mondta, amióta hallottuk a tanításodat a rádióban, minden este azért imádkoztunk, hogyha Isten meg akarja gyógyítani a feleségemet, akkor adjon nekünk hitet, hogy meggyógyulhasson. Nos, ez az ima nem igei. Ha megtanulod feltérképezni az embereket, és olyan állapotba hozni őket, hogy kapjanak, akkor eredményeket fogsz látni. Feltérképeztem ezt a házaspárt annak alapján, amit a férj elmondott. Ige versekkel már alátámasztottam, a rádióadásban, hogy Isten meg akarja gyógyítani az asszonyt, ahogy minden más beteget is. A házaspár azonban nem értette meg ezt az igazságot. Továbbá csak a férfi beszélt. Ez sokakat gátol nem lehet a másik ember helyett beszélni. Nem segítheted például hozzá a feleségedet a gyógyuláshoz azzal, hogy hiszel az isteni gyógyulásban, mert az ő hitetlensége lenullázhatja a te hited hatását. Nem evezhetünk egy másik ember farvizein sem. Nem gyógyulhatunk meg azért, mert valaki más hisz az isteni gyógyulásban. Te mit hiszel erről? Előbb-utóbb magadnak is át kell élned. Megvallás kutatom az Isten igéjét a gyógyulással kapcsolatosan. Úgy döntök. Elhiszem amit a Biblia mond. Elhiszem azt, hogy a gyógyulás már az enyém. Hogy beteljesedjen, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván. Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Máté 8:17. Mozdítsd be az embereket, Isten, Akaratába. Annak alapján, amit a férj mondott, tudtam. Nem egészen biztosak abban, hogy Isten meg akarja gyógyítani az asszonyt. Azt kérdeztem tehát a férjtől, honnan fogod tudni, hogy Isten meg akarja egy gyógyítani a feleségedet. Meghökkenve rám nézett, és azt mondta. Hát azt gondoltam, hogy imádkozol érte kézrátétellel. Ha Isten meg akarja gyógyítani őt, akkor meggyógyítja. Ha nem akarja, akkor pedig nem gyógyítja meg. Nem, feleltem. Nem imádkozhatok, mert a feleséged így nem fog meggyógyulni. Hát akkor mihez kezdünk? kérdezett tovább a férj. Honnan tudjuk meg, hogy Isten meg akarja gyógyítani őt? tudtam, hogy be kell őket mozdítanom a hitbe, be kell őket mozdítanom Isten akaratába. Ezért azt kérdeztem, mi van, ha Isten igéjében az áll, hogy Jézus elvette a feleséged gyengeségeit, és hordozta a betegségeit, akkor ez azt jelenteni, hogy Isten meg akarja őt gyógyítani? Hát bizonyára azt jelenteni, hagyta jóvá a férj. A Máté 8.17-hez lapoztam, és az asszony ölébe tettem a Bibliát megkértem, hogy olvassa fel hangosan ezt az ige verset. Abban a pillanatban, ahogy felolvasta, a férje leugrott a pódiumról, és azt kérdezte. Az imám első fele haszontalan volt, ugye? A kukába kell dobnunk. Nos, nem mondtam neki, de az egész ima haszontalan volt. Az egészet kidobhatta. A férj így folytatta. A Biblia szerint Jézus elvette az erőtlenségeinket, amibe a feleségem erőtlensége is beletartozik te megértetted ezt az igazságot, de a feleséged is érti? Kérdeztem a férfit. Nem neked van szükséged gyógyulásra. Oda fordultam a nőhöz, aki azt felelte. Értem. A férje tovább beszélt. Akkor a gyógyulás Isten akarata. Az ima első felét kukába kell dobnunk, már csak azért kell imádkoznunk, hogy Isten adjon nekünk hitet, és így a feleségem meg fog gyógyulni. Nem, továbbra sem imádkozhatok. Magyaráztam tovább. Ülj vissza a szószék elé, folytatnunk kell még a beszélgetést. Megvallás. Jézus elvette a gyengeségeimet, és elhordozta a betegségeimet. Jézus sebeiben meggyógyultam, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván. Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Máté 8.17 Hitet kérni a gyógyuláshoz. Azt kérdeztem ettől a házas pártól. Keresztények vagytok? Igen, újjászülettünk, felelték. Amikor a szószékhez mentél, és üdvösséget kaptál? kérdeztem tovább a férfit. Azt kérted Istentől, hogy adjon neked és a feleségednek hitet az üdvösség átvételéhez? Nem. A szolgáló csak Jézusról prédikált. Elmondta hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Mielőtt a szószékhez mentünk, tudtuk, hogy mit fog tenni az Úr, részletezte a férj. Jó, állapítottam meg. Pontosan ezt akartam hallani tőletek nem kellett hitet kérnetek Istentől az üdvösség átvételéhez. Akkor a gyógyuláshoz miért kellene hitért imádkoznotok? A férfi felugrott és felkiáltott. Egy fillért sem ért az egész imádságunk, ugye? Az egész imát a kukába kell dobnunk. Te megértetted, válaszoltam. De nem neked van szükséged gyógyulásra. Veled mi a helyzet, testvérnő? kérdeztem az asszonyt. Ő azt felelte. Értem, értem. Elfogadtam Jézust megváltomként, és üdvösséget kaptam. Ha most elfogadom gyógyítomként is, akkor meggyógyultam. Megvallás. Nem kell hitért imádkoznom ahhoz, hogy meggyógyuljak. Egyszerűen elfogadom Jézust, most gyógyítomként. Ahogy elfogadtam őt, megváltomként is. És én Jézus Krisztus sebeivel már meggyógyultam. hogy beteljesedjen, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván. Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Máté 8.17 Fogad el Jézust gyógyítottként. Ekkor közöltem a házaspárral. Most már imádkozhatunk. Kinyújtottam a kezem, és az asszony fejére tettem. Így imádkoztam. Drága Úr Jézus! Ez a kedves testvérnő Gyógyulásért jött. Megértette, hogy Jézus elvette az erőtlenségeit és elhordozta a betegségeit. Elfogadott téged megváltójaként, és üdvösséget kapott. Most elfogadott téged. Gyógyítójaként is, és meggyógyult. Köszönjük. Azután azt kérdeztem tőle: Meggyógyultál? Igen, felelte. Honnan tudod? kérdeztem tovább. Mert az igében ez áll, ő elvette az erőtlenségeimet, és elhordozta a betegségeimet, válaszolta az asszony. Ez az, megértetted, állapítottam meg. Megfordultam, és elindultam a pásztor irodája felé. Visszanéztem, és láttam, hogy nem tud felállni. A férje felemelte, mint egy gyermeket, és kivitte őt az épületből. Két nappal ezután, hogy imádkoztam azért az asszonyért, teljesen egészségesen tért vissza. A férje elmondta, hogy amikor hazaértek, még semmi sem volt a gyógyulásnak. A nő azonban levette a fűzőt a hátáról, és bedobta a szekrénybe. Kijelentette: Hála Istennek, erre már nincs szükségem. Lefekvéskor még minden tünete megvolt. Mire azonban másnap felébredt, az összes tünete eltűnt. Tizennégy évvel azután ismét találkoztam vele, és ő továbbra is egészséges volt. Megvallás. Megértettem. Hogy Jézus elvette a gyengeségeimet, és elhordozta a betegségeimet. Elfogadtam őt megváltomként, és üdvösséget kaptam. Elfogadom őt gyógyítomként is. Ezért meggyógyultam. mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, gyógyulására, zsidónak először, meg görögnek. Róma 1, 16. Az evangélium Erő! Az Evangélium Isten ereje minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először és görögnek is. A Bibliám széljegyzete szerint az üdvösség szó, szabadulást, biztonságot, megtartást, gyógyulást és teljességet jelent. Az üdvösség evangéliuma nem csak a bűnök eltörlését és az újjászületést, hanem a gyógyulást is magába foglalja. Hallottam T. L. Osborne testvér afrikai szolgálatáról. Mi alatt prédikált, vak emberek gyógyultak meg azonnal. Nem imádkozott az emberekért, és nem tette rájuk a kezét. Hét-nyolc olyan ember is részt vett az összejövetelen, akit láncra vertek. Négy kézláb másztak. Néhányuk mesztelen volt, és olyan hangokat bocsájtottak ki, mint az állatok. Ők démonizált emberek voltak. Oszbor testvér azt prédikálta: Jézus ma is ugyanaz, mint a földi élete során volt. Amikor Jézus a földön járt, embereket gyógyított. Jézus él, és szellemben jelen van. Most ugyanúgy meg fog gyógyítani embereket, ahogy akkor is. Tudod, az evangélium az erő. Senki sem ért hozzájuk, és senki sem imádkozott azokért a láncra vert emberekért. Az egyik férfi négy kézláb állt, és ugatott, mint egy kutya. Hirtelen felemelte a fejét, és azt mondta, Jézus, Jézus! Azután felegyenesedett, és azonnal helyre helyreállt. Mindegyikük felállt, és azonnal megszabadult. Mi történt? Az igét hirdették, Isten igéjét hirdették ki. Az Evangélium Isten csodatevő ereje a gyógyulásra. Amikor az Evangélium Isten igéje behatol az emberekbe, Meggyógyítja őket. Megvallás. Isten igéje, Isten csodatevő ereje. Miközben olvasom az igét, és elmélkedek rajta, meggyógyulok. aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. 1. Péter 2.24 Tény, nem igéret Jézus sebeiben meggyógyultál. Amikor kellően tisztában vagy ezzel az igazsággal, akkor nem kell imádkoznod, és mást sem kell arra kérned, hogy imádkozzon érted. Egyszerűen adj hálát Istennek a tökéletes szabadulásodért. A testi szenvedéseidet Jézus már magára vette és hordozta. Neked nem kell hordoznod ezeket. Mindössze annyit kell tenned, hogy felismered és elfogadod azt a tényt, hogy Jézus már elhordozta a betegségeidet. Ezért neked nem kell hordoznod ezeket. Ez tény. Nem feltevés, hanem bibliai tény. Hallottam már ilyet emberektől. Hát, tudom, hogy az Úr megígérte, hogy meggyógyít. Nem. Ő nem ígérte meg ezt. Az 1. Péter 2.24. Tény megállapítás. Arról számol be, ami már megtörtént. Az ígéret egy jövőbeni eseményről beszél. A tény pedig olyas valamiről, amit már megkaptunk. Vagy ami már megtörtént, és a birtokunkban van. Jézus sebeiben már meggyógyultál. Miután megérted ezt az igazságot, ne fogadd el a testi betegséget. Minden hívőnek fontos lenne alaposan megértenie, hogy a gyógyulása már megtörtént Krisztusban. Ha egy hívő alaposan megérti ezt, az a tartós betegség végét jelenti a számára. Megvallás. A testi betegségeimet Jézus magára vette. Krisztusban már meggyógyultam. Az ő sebeiben gyógyultam meg. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab 4.7 Ne fogadd el a betegséget. Kamasz koromban az orvosok lemondtak rólam. Én azonban bebizonyítottam, hogy nincs igazuk. Kétféle súlyos szívbetegségem és egy gyógyíthatatlan vérbetegségem is volt. Lebénultam. Az orvosok megállapították, hogy a fehér vérsejtjeim gyorsabban eszik a vörös vérsejtjeimet, mint amilyen gyorsan a szervezetem újra tudná termelni azokat, és orvosilag bármit tehetnének értem. Azt mondták, őszinték leszünk hozzád a vérbetegségbe akkor is belehalnál, ha a szíved egészséges lenne, és nem lennél béna sem. Végül azonban nem haltam bele. Az elmúlt 68 évben még csak a fejem sem fájt. Bebizonyítottam, hogy Isten igéje működik. 1933. augusztusában fájt utoljára a fejem. Nem magammal dicsekszem, hanem azzal, amit megtanultam a Bibliából. Valaki talán azt kérdezi, mit csinálnál, ha megfájdulna a fejed? Hát először is nem beszélnék róla. Másodszor pedig ellenállnék neki. Néhány évvel ezelőtt éppen elindultam a Réma Központ parkolójából, amikor hirtelen belehasított a fejembe a fájdalom. Fájni kezdett a fejem. Azt mondtam: Ó, oh, ördög, ezt nem teszed meg! Nem fogsz fejfájást rám rakni. Nincs fejfájásom. És nem is lesz. Mire kikanyarodtam az útra, elmúlt. Tudod, már ott elrontjuk, hogy elfogadjuk ezeket a tüneteket. Megvallás. Ellene állok az ördögnek és elfut tőlem. Ellenállok a betegségnek. Semmit sem fogadok el, amit az ördög az utamba gördít. Kibocsájtotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket, az ő vermeikből. 107. Zsoltár, 20. verszak Isten, irgalma Nézzünk meg néhány a Fentit megelőző ige A 107. Zsoltár, 17-től 19. verszakáig a balgák gonosz útjukért és hamisságukért estek nyomorúságba. Minden ételt megutált a lelkük, és már a halál kapujához közeledtek. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, és ő kiszabadította őket nyomorúságukból. Isten ezt az izraelitáknak mondta. Meghagyta nekik. Járjatok az én törvényeim szerint, és tartsátok meg az én parancsolataimat, és én eltávolítom ti közületek a nyavaját. Napjait számát teljessé teszem. 2 Mózes 23 25 Ők azonban balgák voltak. Bűnbe estek és megszekték az Istennel kötött szövetségüket. Kivonták magukat Isten védelme az ő gyógyító ereje alól. A 18. vers szerint közel jártak a halál kapujához. Majdnem meghaltak. Azután az úrhoz kiáltottak. Ő pedig megszabadította őket. Hát nem csodálatos, hogy Isten segített nekik, annak ellenére, hogy az izraeliták elég balgák voltak ahhoz, hogy bűnt kövessenek el, és rosszat tegyenek, ezzel kiesve az Istennel kötött szövetségből, és az ő áldásaiból. Isten irgalma olyan csodálatos. Ő könyörült rajtuk, elküldte az ő igéjét, és meggyógyította őket megvallás Isten elküldte az igéjét és meggyógyított engem Ezért nem vagyok már beteg Isten elküldte az Ő igéjét és meggyógyított engem Jézus Krisztus sebeivel meggyógyultam. És azon a napon nem kértek majd tőlem semmit. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától, az én nevemben, megadja nektek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, de kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. János 16, 23, 24 Követeld a jogaidat a kérninek fordított görög szó itt jogos követelést jelent. Más szóval Jézus azt mondta, Bármit követeltek az én nevemben, én megcselekszem azt. Az abcsel három szerint, amikor Péter és János a templomba tartott, egy béna ember ült a kapuban, aki alamizsnát kért, és Péter azt mondta neki, ezüstöm és aranyam nincsen nekem, hanem amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! Péter a karjánál fogva felemelte a béna embert. Péter azt követelte Jézus nevében, hogy a férfi keljen fel. Bármit kérsz Jézus nevében, ő megteszi azt. A névbe vetett hitünk Legyengült, pedig bármit követelünk az ördöktől, amihez Jézus nevében jogunk van, azt Jézus megcselekszi. Jogunk van használni Jézus nevét. Ha fájdalmaid vannak, akkor jogod van azt mondani, fájdalom, menned kell. Az Úr Jézus Krisztus nevében hagyd el a testem, és a fájdalomnak el kell mennie, mert te vagy az Ura a saját testednek, ezért te uralkodsz felette. Megvallás. Jézus nevében kérek, a jogaimat követelve. Jézus pedig megígérte, hogy ha bármit követelünk az ő nevében, ő megcselekszi azt. Betegség. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Hagyd el a testemet!